Harmadik Károly király, vagy King Charles III, Catherine, Princess of Wales, vagy Katalin, Walesi hercegné. Ugyanakkor ott van annak a kérdése is, hogy Prince Harry magyarul Harry herceg, vagy Diana, Princess of Wales, magyarul Diana hercegné. A sort lehetne folytatni a pápák neveivel, a jelenlegi, argentin születésű egyház főanyakönyvezet neve sem Ferenc, vagy a történelemben Kolumbusz Kristóf sem így használt eredetileg a nevét. Adott tehát a kérdés, hogy miért fordítjuk le magyarra a királyi családok tagjainak, a vallási vezetőknek, vagy a történelmi személyeknek a személyi neveit. Ebben a kérdésben a kulcs a hagyomány és a szokás, egészen a 20. század elejéig nagyjából minden személynevet szokás volt fordítani, legyen szó akár az uralkodókról, vallási vezetőkről, de az írók, regényhősök, vagy az ismertebb emberek is áldozatul estek ennek a hullámnak. Így született meg Jules Verne, helyett Verne Gyula, bár ebben a kérdésben valószínűleg közrejátszott az is, hogy a szerző elvileg különösen kedvelte a magyarokat, azonban hasonló kapcsolat nem lehető fel lángyalázó Viamossal, azaz William Shakespeare-rel. Utóbbi pedig valós példa, még ha szerencsére a köznyelvben manapság nem is fordul elő. A történelmi személyek neveinek kétféle fordítása létezik, az egyik, amikor a nevet teljesen magyarosították, így lett George Brankovicsból Brankovics György, Jan Husból Hus János, Jean Calvinból Calvin János, és Cristoforo Colombo-ból Columbus Kristóf. A másik lehetőség, amikor az adott személy keresztnevét teljesen magyarosították, azonban a vezetéknevek megmaradtak az eredeti alakjukban, így lett Martin Lutherből Luther Márton, Karl Marxból Marx Károly, vagy Karl Mayből Moy Károly. Utóbbi kategória, amikor a keresztneveket minden esetben magyarosították, ám a vezetékneveket meghagyták eredeti alakjukban, volt általánosságban jellemzőbb, valamint ez a szokás sokkal hosszabb ideig tartotta magát, még akkor is, ha az eredeti keresztnév egyébként könnyen kikövetkeztethető, vagy kiejthető volt a magyar ember számára is. Jó példa erre a Susan és a Zsuzsa esete. A korábbiak alapján viszont kirajzolódik, hogy a latinbetűs, jellemzően bibliai vagy keresztény hátterű nevek estek többségében áldozatul a kényszeres magyar fordításnak, amelynek egyik oka, hogy a történelem során ezeknek a neveknek különböző alakváltozatai, úgynevezett allogómiai jöttek létre, amelyek egymásnak megfeleltethetőek. Ez viszont nem hungarikum, Európa szerte lefordítják az uralkodóházak tagjainak neveit, csak úgy, mint a vallási vezetőkét, tehát a pápákét is. Ezzel szemben az egyik nyelvész arról ír, hogy Európán és a zsidó-keresztény kultúra határain túl semmi sem fordítható le, tehát például a mongol, a szudáni vagy a japán neveket nem magyarosítjuk. Kivételt képez ez alól az átírás módja. Napjainkban többször lehet azzal találkozni, hogy egy keleti nevet máshogyan írnak át angolul, mint magyarul, ez pedig a kiejtéshez kapcsolódik, az adott ország betű és hangkészletéhez illeszkedve. Noha csak nyelvészeti forrásokat találtam a jelenségről, és ezt is igen szűkösen, úgy gondolom, hogy ennek a történelmi háttere leginkább az lehetett, hogy akár csak 100-150-200 éve nem létezett az internet, a magyarok többsége csak és kizárólag az anyanyelvén beszélt, valamint hosszú ideig szinte az egyetlen tájékozódási forrás az újság volt. Természetesen ennél sokkal, de sokkal árnyaltabb a történelmi háttér, azonban ezzel csak arra szeretnék rávilágítani, hogy amíg egy átlag modern magyar, aki például nem beszél angolul is biztos vagyok benne, hogy ismer néhány szót vagy kifejezést pusztán a mindennapi élete kapcsán, addig korábban erre sok esetben lehetőségesen volt az embereknek, így némiképp talán szükséges is lehetett, hogy például a feltételezem értelmezhetetlen George-ból György váljék. Az általam olvasott forrásokban mindegyik szerző egyetért abban, hogy manapság egyre kevésbé fordítjuk le a híres, közszereplő emberek neveit, tehát George Bushból sem lett Bokor György, vagy Stephen Kingből Király István. Itt pedig visszatérnék a bevezetőben említett Harry herceghez és Diana hercegnéhez, akik noha a brit királyi család tagjai, mégsem fordítottuk le a neveiket, vagy legalábbis a köztudatban nem Harryként és Diana-ként élnek. Ennek oka az, hogy míg a Diana név megfeleltethető magyarul a Diana-val, aki noha a 80-as években robbant be a köztudatba, mégis az angolos formája ragadt meg a magyar köznyelvben is, amelyet nem csak szóban, hanem írásban is konzisztensen mindenki így használ. Sőt, nem emlékszem, hogy bárhol láttam volna Diana hercegnéként leírva a nevét. Hercegnőként igen, de az már egy másfajta nyelvi probléma. De ennek kapcsán találkoztam olyan esettel is, hogy valaki fonetikusan írta le a néhai walesi hercegné nevét a kommentek között,
így ebből a szempontból az ő eredeti név alakja mindenképpen megragadt a magyar szövegkörnyezetben is. Ezzel szemben Diana kisebb fia, Harry herceg neve feltehetőleg azért terjedt el az eredeti, angol változatában a magyar köznyelvben is, mert a Harry a Harry, utóbbi magyarul a Harryk becéző alakja, amelyre feltételezem, hogy létezik valamilyen magyar becézés, de az valószínűleg túlságosan idegenül hathatott volna a Sussexi herceg nevének magyar megfelelőjének. Így Prince Harry magyarul is Harry maradt. A királyi család nevei kapcsán viszont ez a két példa inkább kivételnek tekinthető, semmint új hullámos gyakorlatnak, ugyanis a brit királyi család jelenlegi tagjai közül mindenki nevének van hivatalos magyar fordítása, amelyet a médiában előszeretettel használnak is. És míg a 80-as, 90-es években a ma ismert technika még gyerekcipőben járt, avagy a nyakunkon ragadtak a régi nevek, addig a jelenlegi walesi hercegi pár gyermekei annyira fiatalok, hogy számomra például teljesen idegenül hangzik a magyarosított nevük, úgy mint György, Sarolta és Lajos. Sarolta, azaz Sherlock neve noha fordítható, szerintem egészen jó párhuzam vonható a Bridgerton spin-offja, a Queen Charlotte, azaz Sarolta királyné címmel is, ahol a tavaly tavasszal kitett szavazásom alapján a szavazók zöme inkább Charlotteként azonosította magában a harmadik György királynéját, mint a hivatalos magyar megfelelőjével, azaz a Saroltával. Ennek oka a saját véleményem szerint talán az lehet, hogy egyrészt egyre többen beszélnek angolul, másrészt pedig a streaming szolgáltatók téthódításával a filmek és sorozatok címei és szereplői is egyre inkább az eredeti változatukban ragadnak meg a köztudatban. Lehet szeretni és nem szeretni, azonban Meghan Markle remek példa arra, amikor egy keresztnévnek ugyan van magyar megfelelője, ebben az esetben Meghan, H betű nélkül, A-val írva, ami szerintem rettentő hülyén néz ki, ismerve az eredeti alakját. Ezzel kapcsolatosan az egyik nyelvész álláspontja az, hogy az idő fogja eldönteni, hogy mennyire engedi magát magyarítani a név, bár az elmúlt néhány év alapján a magyar verzió vesztésre áll. Most pedig engedjétek meg, hogy a figyelmetekbe ajánljam a videó támogatóját, a Cambly-t, ami egy online angol nyelvtanuló platform. A Cambly angol anyanyelvi tanárok segítenek a világ minden tájáról, ezzel együtt gyakorlatilag az összes előforduló angol akcentussal lehet találkozni, hogy a diákok fejleszték az angol tudásukat. A Cambly-n lehetőség van privát nyelvórákra és csoportos foglalkozásokra is, utóbbiaknál a tanár személyét és a témát te magad tudod kiválasztani, a többi diák pedig szintén a világ minden tájáról tud becsatlakozni az órába. Noha az első hallást a talán rémisztőnek tűnhet, azonban a beszélgetést az oktató vezeti, aki folyamatosan segít abban, hogy fejlessz a szókincsed, továbbá remek lehetőséget adnak ezek a csoportos órák arra, hogy más akcentusokkal, vagy a témák kapcsán más kulturális nézőpontokkal is megismerkedj. A Cambly-n a kezdőtől a haladóig többféle nyelvi szintet lehet kiválasztani, és ismerve a magyar gyakorlatot, fontosnak tartom megemlíteni, hogy az oktatók nem csak felkészültek, hiszen sokuknak ténylegesen tanári végzettségük van, hanem nagyon támogatóak is, így ha valaki hibázik, akkor segítenek, és olyan szavakat vagy fordulatokat osztanak meg az óra alatt a cseten, amelyekkel abszolút a tanuló fejlődését szolgálják. Mindemellett a Cambly a kommunikációra helyezi a hangsúlyt, amely egy éles szituációban, például utazás során, véleményem szerint sokkal hasznosabb, mint a nyelvtankönyv bemagolása. Amennyiben érdekes lehet számodra a Cambly, a leírásban és a kitűzött kommentben található linktől a 12 hónapos előfizetésre feliratkozva 50%-os kedvezménnyel tudjátok igénybe venni az oldalon található összes lehetőséget, úgy mint a privát nyelvórákat, a csoportos órákat, valamint a Cambly Kids-t. Visszatérve a videó témájához, egy kicsit visszakanyarodnék a szokásokhoz és a hagyományokhoz. Az általános és középiskolában is minden történelmi személy neve magyarul szerepelt, habár emlékeim szerint a racionális keretek között a történelemkönyvekben, így noha személy szerint viszonylag sokat olvasok angolul a videók kapcsán, híreket is szinte kizárólag angolul olvasok, magyar szövegkörnyezetben mégis idegenkedem még annak a gondolatától is, hogy a közismert külföldi történelmi személyek neveit ne a magyarosított verziójukban említsem. Ezzel az Edward név, amelynek a magyarosított alakja az Eduard, számomra kivétel, azonban ehhez konzisztensen ragaszkodom is, így mindig így használom. Számomra furcsa lenne azt mondani, hogy harmadik Charles király, vagy teljesen angolul, például Queen Elizabeth II. Ettől függetlenül a már említett walesi gyerekek nevét leginkább angolul használom, mert ezt szoktam meg, idézőjelesen nem a magyar, hanem az eredeti angol verziójukkal nőttem fel. És talán ez mutatja be a legjobban azt, hogy miért is ragaszkodunk a hagyományainkhoz. Mert azzal a példával élve, amelyből a videó megszületett, számomra van különbség a között, hogy Tudor Harryk, vagy Harry Tudor formában kerül szóba 8. Harry király, aki nem csak egy történelmi alak,
hanem uralkodó is volt, akinek tehát a már említett hagyományok szerint lefordítjuk a nevét. Ennek kapcsán pedig fontosnak érzem megkülönböztetni a nyelvi környezetet, tehát, hogy magyar nyelvkörnyezetben használom, vagy angolul. Ezek pedig nem kőbe vésett szabályok, hanem ahogyan a mondás is tartja, ahányház, annyi szokás. Modernkor ide, az internet világa oda, azért a kényszeres magyarítás még így sem kapott ki a divatból teljesen. Dan Jones Koronák harca című könyvét, amely a rózsák háborúját foglalja össze, a tudatkor bevezetéseként olvastam, a fordítók pedig kényszeresen ragaszkodtak ahhoz, hogy minden egyes nemes, vagy akár a szövegben felbukkanó személy nevét mindenképpen magyarosítsák, amely számomra borzalmasan idegenül hatott. Főleg akkor, amikor leírták, hogy XY neve eredetileg Mihály volt, amit ilyen formában egészen egyszerűen helytelen kijelenteni. Maga a könyv egyébként remek összképet ad a 15. század harcairól, amelyek a Tudor dinasztia születését eredményezték, azonban mivel teljesen idegenül hatottak ezek a görcsös fordítások, képtelen voltam élvezni a könyvet. És noha, ahogyan a nyelvészek is vélekednek, egyre kevésbé van igény a nevek görcsös fordítására, úgy gondolom, hogy ami megragadt, ami a szokás és a hagyomány része, ott helyes magyarosan is és angolosan is, innentől pedig inkább preferencia kérdése, hogy ki hogyan használja, főleg azért, mert a meglátásom szerint most nagyjából egy átmeneti időszakot élünk, amikor ott van a történelmi hagyomány, a fordítás, de ott van a sokak által ismert és használt angol nyelv hatása is. Végül, de nem utolsó sorban azt, hogy a jövőben milyen formában terjed el akár egy-egy keresztnév, vallási vezető vagy uralkodóházak tagjainak nevei, az idő dönti majd el. Az angolban már talán kevésbé ragaszkodnak a fordításhoz, a spanyol király neve Felipe the Sixth of Spain-ként ragadt meg, míg magyarul 6. Fülöp spanyol király néven szerepel a Wikipédia szócikkében. Mindezek mellett pedig a magyar nyelv folyamatosan változik, és ha bizonyos változások széles körben is elterjednek, akkor az MTA is hajlandó felülvizsgálni a korábbi, azokra vonatkozó szabályozásokat. Talán jó példa erre a korábban helytelen, de viszont szókapcsolat, amely olyannyira elterjedt, hogy módosították az arra vonatkozó szabályokat. Ez pedig nem azt jelenti, hogy a magyar nyelv eltűnne, vagy hogy az angol szavaknak kellene átvenniük a magyar szavak helyét. Kis kiegészítésként itt hozzáfűzném, hogy szinte alig akad valaki, aki e-mail helyett elektronikus levelet, vagy meeting helyett megbeszélést mondana, legalábbis az én környezetemben. Itt tehát véleményem szerint nem csak a téma hátterének az ismerete fontos, hanem az egymással szemben gyakorolt alapvető empátia és elfogadás is, főleg egy olyan kérdésben, ahol nem csak egy, hanem akár számos helyes verzió is lehetséges. Ha pedig tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, hogy ezáltal több emberhez is eljuthassanak a videóim, és ha érdekesnek találod a tartalmaim, de még nem tetted, iratkozz fel a csatornára. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem találkozunk a következőben. Sziasztok!